Október közepén hirdette meg közös országos mesekönyvgyűjtő akcióját az Ökumenikus Segélyszervezet és a Fox Post. Az akcióhoz könnyen lehetett csatlakozni, mivel a kiválasztott könyveket a Fox Post országosan elérhető több mint 700 csomagautomatájának egyikébe kellett csak elhelyezni. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Fox postnak a közös adománygyűjtő akciója októberben indult, amelynek az volt a célja, hogy minél több mesekönyv gyűjjön össze. Ez nagyon sikeres akciónak bizonyult, hiszen 67 raklapnyi mesekönyv könyv gyűlt össze, amit az önkénteseink segítségével folyamatosan válogatnak, szortíroznak az önkéntesek, életkorok szerint csoportosítják, és eljut így a segélyszervezet összes intézményébe, az intézményekben lakó gyerekekhez és a partnerintézményekben lévő gyerekeknek is tudunk juttatni belőle. Az első könyvadományokat az ökumenikus Segélyszervezet szólnokon található családok, átmeneti otthonában élő családok gyermekei vehették át. Én azt gondolom, hogy nagyon örültek, hiszen ezeket a mesekönyveket most már ők nem tudják megvenni, nem tudják biztosítani a gyerekeknek, és így most minden gyermeknek csomagot készítettünk, igyekeztünk úgy összeválogatni a könyveket, hogy mindenki találjon benne kedvére valót. Szolnokon összesen mint egy 300, a segélyszervezet és partner partnerszervezetei látókörében élő gyermek részesül az adományokból. Mindenkinek az életkora szerinti mesekönyveket igyekeztünk odaadni, illetve lehetőséget biztosítunk majd arra, hogy az intézmény kis könyvtárában folyamatosan tudjanak majd kikölcsönözni könyveket, és akkor így ösztönözni próbáljuk arra, hogy minél többet meséljenek, olvassanak, hiszen ez nagyon fontos a későbbiekben is. A meseolvasással, énekléssel színesített ajándékátadás alkalmával Sándorné Pulikrúza az ökomenikus segélyszervezet szolnoki átmeneti otthonának vezetője elmondta, hogy az ünnepi időszakban érkező adományok nagy mértékben segítik a gondjaikra bízott gyermekes családokat. Különösen is fontos, hogy a Fox Postal közös országos segélyakció során minőségi adományok érkeztek, melyeknek köszönhetően azok a szülők, akik amúgy nem jutottak volna hozzá ilyen könyvekhez, az esti meseolvasások alkalmával értékes időt tudnak eltölteni gyermekeikkel. A segélyakció kapcsolódik az Ökomenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez. A szervezet intézményei nélkülöző és krízis helyzetbe került családok ezreit segíti az év 365 napján, ételt otthont, esélyt adva a rászorulóknak. A többszörösére megnövekedett energiaárak, az égbeszökő élelmiszerárak ennek a segítségnyújtásnak a folytatását is veszélyeztetik, éppen akkor, amikor sok családnak nagyobb szüksége van rám, mint valaha. Az adventi adománygyűjtés célja nem egy egyszeri ajándékozás csupán. Azért gyűjt a segélyszervezet, hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből, és esélyt adjon a rászoruló családoknak a felzárkózásra, a gyermekeknek pedig segítsen ha a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében a legnehezebb körülmények között is.